Szevasztok, srácok! Ez itt újra az Építs fel, és most hát joggal várhatnátok azt, hogy heti LEGO hírek lesz, hiszen csütörtök van, viszont annyira nem történt semmi a LEGO házatáján, hogy arra gondoltam, hogy most egy két perces adást nem pazarolnék arra, hogy most milyen ötlet ért el a 10.000 szavazatot, hanem már nagyon-nagyon régen volt LEGO-s legek adás, és összegyűjtöttem nektek egy újabb 10-es listát a legnagyobb LEGO építményekről, ami hát... Félreértés ne essék, itt nem LEGO készletekről, se nem LEGO szettekről lesz szó, nem olyan készletek, amit meg tudtok vásárolni a boltokban, hanem amit valaha emberek építettek LEGO kockákból, és ebből megpróbáltam összeszedni a 10, hát nem is hogy a legnagyobbat, hiszen itt általában, hogyha amikor a legnagyobbról van szó LEGO kereteken belül, az mindig a legnagyobb darabszámot jelöli, jegyezzük meg, de külön összegyűjtöttem egy ilyen kis 10-es listát arról, hogy milyen LEGO-s legek voltak ebben a témakörben, tehát itt lesz a leghosszabb, legmagasabb, legtöbb alkatrészt alkalmazó, legnagyobb felületre kirakott LEGO készletek, amik nem is készletek, hanem LEGO építmények, úgyhogy hát remélem ennek is örülni fogtok, vágjunk is bele! A 10. helyen egyben egy magyar rekorddal kezdeném, hiszen 2014-ben felépítették az akkori idők legmagasabb LEGO tornyát. 2014-ben a LEGO Store Budapesték által Budapesten a Szent István Bazilika mellett megépült a 34,76 méter magas LEGO torony, ami 33 cm-rel lett magasabb az előző évben épített hasonló LEGO toronyhoz, és ezzel 2014-ben megszerezték a Guinness világrekordot, amit már azóta le is döntöttek, de arról majd egy kicsit később beszélek. Szóval ugye ez Budapesten épült a Szent István Bazilika mellett, és igazából bárki építkezhetett. Összesen 5 nap alatt épült fel ez a rekordépítmény, és közel 500 000 LEGO kockát öntöttek bele ebbe az alkotásba. Sajnálatos módon abban az időszakban én még egyáltalán nem foglalkoztam a LEGO-val, úgyhogy esélyem sem volt részt venni ebben az egészben. Most már egy kicsit bánom, hogy hát nem lehettem ott, azért ez egy hatalmas rekord, pláne egy magyar szemmel. És ha már a legmagasabb LEGO építményről van szó, akkor szerintem említsük is meg, hogy ebben a pillanatban, amikor fölveszem ezt az adást, tehát 2022-ben, a Tel Avivi Izraelben épült LEGO torony a világ legmagasabb tornya, ami összesen 500 000 LEGO kockából épült fel, és 35,95 méter magas, szóval azért hát több mint egy méterrel magasabb, mint a magyar rekord volt, és ezt 2017-ben állították fel. Igazából az építés nagyon hasonló volt, mint a magyar esetben, általában az ilyen építésnél, a legmagasabb épületek építésénél, hiszen ez már nem az első, nem a második volt, hanem általában évente szoktak rendezni ilyen legmagasabb LEGO kockákból épített dolgokat. Szóval általában az építés nagyon hasonlóan szokott működni, ahogy itt a képen is látjátok, nagyon hasonló építményről van szó. Egy nagyon széles, több mint 2 méter széles alapról indultak, és hát úgy haladtak szépen felfele, piramiszerűen, és hát így érték el ezt a 35,95 méteres magasságot, amiben ugyanúgy, mint a magyar esetben, több mint 500 000 LEGO kockát építettek bele. Most egy kicsit távolodjunk el a legmagasabb LEGO építményektől, elérkeztünk a legnagyobb, legalábbis eddig is általán felfedezett, legnagyobb és legtöbb alkatrészből épített LEGO autóhoz, ami nem más, mint a 2018-ban felépített életnagyságú Bugatti Chiron modell. Most itt gondolhatok arra, hogy hiszen azóta már ott volt a Lamborghini is, azt is megépítették egy-egyes arányban. Viszont ahogy összehasonlítottam a 2 darab számban, itt azért lényeges az eltérés, hiszen a Bugatti esetében több mint 1 millió darab technika alkatrészt építettek bele ebbe az egészbe, és azt azért vegyük számításba, hogy itt nem csak egy ilyen display modellről van szó, hanem ténylegesen mozgó járműről van szó, hiszen LEGO Technic motorokkal meg volt hajtva ez az egész Bugatti Chiron, és hát ennek segítségével bizony tudott közlekedni, bár nem túl gyorsan, de azért gondolhatjátok, hogy ez a 1,5 tonnás LEGO szörnyeteg mennyire impresszív látvány nyújtatott, miközben gurult az aszfalton, és egyébként összesen 92 Nm nyomatékkal rendelkezett az egész, és 5,3 lóerő hajtotta ezt a LEGO gépet. És hogy vajon mivel is érték el ezt az 5,3-es lóerőt, az nem más, mint a 2304 darab LEGO Power Function kis motor. Szóval ténylegesen, simán LEGO motorokból volt ez az egész megépítve. Szóval 2018-ban ezt a Bugatti Chiront építették össze LEGO-ék, és még mindig lenyűgöző látvány. És innentől kezdve most már elkezdtünk a milliós táborokba, innentől kezdve csak több milliós LEGO alkotásokról van szó, több milliós LEGO kockából épített LEGO alkotásról van szó, és ezért az alkotásért egészen 1974-ig kell visszamennünk, hiszen 1974-ben építették meg a legnagyobb LEGO szobort, amit Billundban, Dániában építettek meg, az akkori Legoland Parknak az egyik kiállítási darabja volt, ami nem más, mint ez az ülőbika
szobor, amit tök érdekes, találtam róla ilyen archív felvételeket, ahol még ugye fekete-fehérben látható az egész alkotás, de azt is megnéztem, hogy eredetileg ezt a sima, egyszerű sárga LEGO kockákból építették meg, és most van egy kis frissebb fotó is, ahogy látjátok róla, mennyire kiszívta már a nap. Ennek a színét már egyáltalán nem rendelkezik azzal az eredeti sárga színével, hanem inkább ezzel a tört fehér színnel. De azért elég durva, hogy mennyire részletesen ki van ez dolgozva, pláne azért, hogy 1974-ről van szó. Na, de hogy hány darab LEGO alkatrész is van ebben, összesen 1,5 millió LEGO kockát építettek bele, és majdnem 8 méter magas alkotásról van szó, pontosan 7,6 méternyi LEGO szoborról, ülőbikáról van szó. Hihetetlen ez az alkotás is. A következő alkotásért egészen Hongkongig kell elutazni, hiszen 2017-ben megépítették az akkori idők és szerintem a jelen idők legnagyobb LEGO hajóját is, ami több mint 2,5 millió LEGO kockát tartalmaz, 8,44 méter hosszú a hajó és 1,53 méter magas ez az alkotás, és jelen pillanatban hát nagy valószínűséggel ez a legnagyobb hajó, mint ahogy az előbb is mondtam nektek. Több mint 3 hónapig tartott az összeépítése. És csak nézzétek meg, hogy mennyire részletesen kimadogozva. Eleve, hogy az hajó orra mennyire szép színes LEGO kockákból lett összeépítve, ugye ez tükrözi az eredeti verziónak is a vonásait, de az, hogy szinte minden teljesen megegyezik az eredeti verzióval, még az, hogy a belsét is egész szépen kidolgozták, különböző kabinok is vannak rajta, és különböző attrakciók is ugyanúgy megtalálhatók rajta, tehát ugyanúgy itt vannak a vízicsúszdák, a különböző medencék, a különböző sportpályák. Nagyon durva ez az alkotás. A következő rekordunk a leghosszabb LEGO alkotás címét nyelte el a Guinness Rekordok könyve szerint. 2005-ben épült ez a szerkezet, amit Olaszországban építettek össze, és egy 100 lábúról van szó. Na, mivel most 2005-ről van szó, olyan sok képet nem találtam ezzel az alkotással kapcsolatban, de amit itt látok a képen, hát így képzeljétek el, egy 100 lábúról van szó, és összesen, mindjárt mondom nektek pontosan, hogy hány darab LEGO kocka van benne, hiszen azt is leírták számra pontosan, 2.901.760 LEGO kocka van beleépítve, és több mint 1,5 kilométer hosszú, 1578,8 méter hosszú LEGO 100 lábúról van szó, hiszen a képek tanulsága szerint azért azt is láthatjátok, hogy egy 100 lábút építettek össze, eléggé színes szagos alkotásról van szó, és a rekord oldalára egyébként még külön ki is van írva, hogy összesen 2946 lábban rendelkezett ez a rekordhosszúságú LEGO 100 lábú. Top Gear rajongók, szerintem ez a következő alkotás nem lesz ismeretlen számotokra, hiszen 2009-ben James May megépítette, hát sok száz ember segítségével, aztán 1000 ember segítségével megépítették az első életnagyságú LEGO házat, amit összesen 2 szintre lehet osztani, tehát 2 szintes épületről van szó, működő WC és mosdó is található benne, mondjuk érdekes lehet belepottyantani egy LEGO WC-be, több mint 3 millió LEGO kockáról van szó, pontosan 3 millió 300 ezer LEGO kockát építettek bele, 6 méter magas, 2 szintes az épület, és mint ahogy az előbb is mondtam, 1000 ember építette hónapokon keresztül ezt az alkotást, de látjátok a képeken is, nem arra volt kihangsúlyozva az egész dolog, hogy minél élethűbb legyen, amit összehoznak, hiszen itt a külseje is látszik, hogy mindenféle LEGO kockából lehet összehozva, minden színű LEGO kockából, hát eléggé feltűnő látvány lehetett. Itt láthatjátok ezen a képen, hogy ugyan is néz ki ez a mosdó, még volt benne egy beletartozó ágy is, ami gondolom mennyire lehetett kényelmes, van egy ilyen kis épített macska is a belsejében, és egyébként tényleg egészen részletesen kimadolgozva, hiszen még azért berendezési tárgyak is vannak, hogy itt a képen látjátok, van egy újság is benne, és még az ablakon is valamilyen szinten beszűrődik a fény, hiszen még az ablak is LEGO kockákból készült. A következő alkotásunk egészen 2013-ig kell visszamennünk, hiszen ez is egy rekordméretű alkotás, legalábbis 2013-ban egy rekordméretű alkotásról volt szó, azóta ez már megdőlt, majd mindjárt beszélek arról is. Szóval 2013-ban egy Star Wars-os 1-1-es arányban megépített X-szárnyú volt az akkori idők legnagyobb alkotása, pontosan 5.335.200 LEGO kockából épült fel. Ez a, hát nem is annyira részletesen kidolgozott, hiszen ahogy itt látjátok, egy-egyben visszahozza a LEGO modellnek minden egyes részletét, szóval itt nem kifejezetten az X-szárnyút vették alapul, hanem a nála 42-szer kisebb LEGO modellt, azt megemelték méretügyileg, és így létrehozták ezt az 1-1-es arányú LEGO X-szárnyút, ami egyébként ki volt állítva még a New York-i Times Square-en is, és azt hiszem abban az időben élesztették újra a Clone Wars-t, és annak hát a reklámozására is
használták ezt a LEGO X-szárnyút. Nem ez a kedvencem a felszólalásból, hiszen tényleg itt nem az eredeti Star Wars-os mi voltját vették alapul, hanem kifejezetten a játékot, de eléggé meggyőzőek azok a méretek. És ha már előbb a legnagyobb LEGO alkotásról volt szó, azóta, ahogy az előbb is mondtam, megdőlt az a rekord. 2016-ban megépítették a londoni Tower Bridge-nek a LEGO mását. Na itt most nem egy-egyes arányú másolatról van szó, de azért ez is egészen impresszív látvány nyújt, hiszen összesen 13 méter magas hídről van szó, ami összesen 5.805.846 LEGO kockát tartalmaz. És abban a, hát ebben az egészben a legdurvább az, hogy nem csak így a semmiért készült ez az alkotás, hanem ez egy hatalmas nagy reklám volt a Range Rovernek, a Land Rovernek, hiszen abban az időben mutatták be az új modelljüket, és lényegében ez egy reklám volt a Land Rovernek, ezért is épült fel ez az egész. Láthatjátok, hogy ott a hídnak a tetején is ott van a Discovery logó, és lényegében az alkotás pontosan ezért készült el. Ettől függetlenül ez nem veszi el a rekord mi voltját, hiszen ez is bekerült ugye a Guinness rekordok könyvébe. 2016-ban több mint 5 millió LEGO alkatrészből megépítették összesen 3 hónap alatt ezt az alkotást. És egyébként fun factként még azt is leírták, hogy ha ezeket a LEGO kockákat egymás mellé pakolnák, akkor egészen Londontól Párizsig érne. Ez a hosszú folyamat, ez a hosszú sor. Annyi LEGO kocka van benne. És hát végül el is érkeztünk az első helyre, ahol igazából azért is került be ez az alkotás az első helyre, hiszen két forrás is találtam, viszont ez a két formás nem egyforma LEGO alkatrész számot említ meg. Nem tudtam, hogy most melyiknek higgyek, bár egy kicsivel közelebb állok az egyikhez, majd mindjárt elmondom, hogy miért is. Ez az alkotás nem más, mint az Asmogeag nevezetű Milliard Factory, a Manchesterben épült legnagyobb, 1900-es években épült legnagyobb textilgyárról van szó, és hát ez formázza ez a hatalmas dioráma készlet, ami, figyelem, nagyon fontos, minifigura arányban épült gyár komplexumról van szó, aminek az eredeti működése közben 17 ezer ember dolgozott ebben a gyárban, de ebben az alkotásban több mint 8 ezer minifigura van belepakolva, és több mint 200 négyzetméteren terül el ez a hatalmas nagy dioráma. Tényleg elég impresszív, nem a leglátványosabb, legalábbis hát gyárak vannak ott, de azért láthatjátok, hogy az épületek is egész szépen ki vannak dolgozva, mind kívül, mind belülről, külön vasúti rendszer mozgatja ezt az egész szettet, és hát látjátok, 200 négyzetméter az egyáltalán nem kicsi hely, és több mint 10 000 ember építette 2 éven keresztül ezt az alkotást. Na és most, ahogy mondtam nektek az elején, hogy kétféle forrást is találtam az alkatrész számra, az egyik alkotás, vagy az egyik forrás szerint 3 millió LEGO kockából épül ez az egész, még a másik 3 milliárdat ír, úgyhogy hát nem tudtam eldönteni, hogy melyik lehet a valóság. Én egy kicsit a 3 millió felé tudnék hajolni, hiszen 3 milliárd az már annyira sok LEGO alkatrész, hogy azt hát nem tudnám elképzelni, úgyhogy szerintem inkább ez egy 3 milliós alkotás lett, de azért így is eléggé megsüvegelendő, hogy 200 négyzetméteren terül el, ez a minifigura arányban épült hatalmas nagy textilgyár. Na srácok, hát remélem tetszett ez a mai kis extra adás. Hogyha ez így volt, a lájkokat ne felejtsétek el a videóról, ha még nem lennétek feliratkozva, akkor légy szíves, nyomjátok be, hiszen mindjárt elérjük a 40 ezer feliratkozót, és arra azért egy eléggé nagy meglepetéssel készülök számotokra, már várom, hogy bemutathassam nektek, és hát találkozunk mindenféleképpen a következő adásban. Szevasztok!